Akkor beszéljünk magáról a bejáratásról. Tulajdonképpen bejáratni csak a hengerünket kell, minden más alkatrész az nem igényel bejáratást. Ha egy komoly hengerről beszélünk, tehát egy rendes márkás hengerről beszélünk, akkor tulajdonképpen már ez egészen lecsökkent ez az idő, amit bejáratásra kell fordítanunk. Ezt mondjuk stage haték, azt mondják, hogy 200 km lesz ténylegesen a bejáratás. Én nagyjából ilyen 300 km-t szoktam erre mondani. Én azt szoktam mondani, hogy az első 300 km-be úgy menjünk vele, hogy kigyorsítunk, ahogy kigyorsítunk, utána visszaengedjük a gázt, és öblögetünk. Tehát mondjuk félgázon megyünk, és húzunk neki teli gázokat. Ezáltal a plusz üzemanyaggal hűtjük egy kicsit a dugót, és nem fog megtapadni. Na már most, a stage haték, ők azt mondják, hogy úgy járassuk be, hogy a karburátorra teszünk nagyobb fúvókát, mint ami szükséges. Ezzel fogjuk a járatást elvégezni, mégpedig lenne úgy, hogy beindítjuk, és alapjáton addig melegítjük a motort, amíg át nem melegszik teljesen. Amikor ez megtörtént, akkor 10 perc szünetet adunk neki, és újra felmelegítjük. Ha ez megvolt, akkor az első 200 km-be ne tegyünk neki teljes terhelést, hanem kisebb terhelésen menjünk vele, és akkor majd a 200 km tétele után lesz az, hogy visszakarburáljuk a karbit, ahogy szükséges, és onnétól kezdve lehet használni teljes terhelésen is a motort. A kínaiakra ez tényleg nem igaz, mert ott mondom, olvastam olyat is, hogy 1000 km a bejáratás, ott az anyaghasználat nem pont olyan, mint mondjuk egy márkásabb hengernél, tehát ott egy kicsit jobban kell erre vigyázni. Illetve még egy dolgot szeretnék megjegyezni hozzá, hogy ha neked egy fúrt hengered van, akkor az a nem teljesen igaz a gyár által meghatározott bejáratási idők, mert az magának a fúrásnak a minősége fogja meghatározni azt, hogy mennyi lesz a bejáratás ideje, illetve hogy az hogy fog utána működni jól.